Összeült a megyei közgyűlés. Az eseményen egyebek mellett a térségben megvalósuló fejlesztések is szóba kerültek. Ezek közé tartozik például a Moson-Magyaróvári különleges gazdasági terület infrastruktúrájának megújítása, amivel számos új munkahelyeket teremtenének a régióban. Itt egy közös fejlesztésre készül a megyei önkormányzat, ugye a kormány döntésével került ez a mi fennhatóságunk alá, és itt a települési önkormányzati jogköröket a megyei önkormányzat vette át. Itt egy infrastruktúra fejlesztést indítunk el annak érdekében, hogy az ipari parkban olyan területek jöjjenek létre, ahova már konkrét üzemek építhetők, amely ugye munkahelyeket és adóbevételeket fog teremteni, ezzel kapcsolatos megállapodásokat és benyújtandó pályázatokat fogunk majd elfogadni. Emellett tárgyaljuk az integrált területi programnak a legújabb verzióját is, ami majd várhatóan a következő hónapban a kormány elé kerül, és hogyha ez így elfogadásra kerül, akkor egy 70 milliárd fölötti kerettel tudunk nekifutni ennek az időszaknak, amiből nagyon sokféle fejlesztést tudunk támogatni megyeszerte. Az ülésen szó volt a megyét érintő bűnügyi, rendészeti, illetve közlekedési adatokról is, amelyek évről évre pozitív előrelépést mutatnak. Mindez a korábbi jogszabályoknak és strukturális változásoknak köszönhető, de a fejlődéshez a lakosság is hozzájárult. Köszönjük a megye lakóinak, hogy ilyen fegyelmezetten élnek. Másrészt pedig az elmúlt 10-12 évben komoly jogszabályi változások történtek, komoly strukturális változások történtek a rendőrséggel kapcsolatban, és hát ma már úgy próbáljuk a szolgálatainkat szervezni, hogy mindig ott legyen rendőr, és akkor, amikor szükség van rá. És úgy látszik, hogy ez a reagáló rendőrség ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Illetve hát azok a bűnmegőrzési programjaink, illetve azok a célzott közlekedés biztonságot célzó programjaink is úgy látom, hogy beértek, és a különböző korcsoportokba elértük azt, amit szeretnénk. A tűzoltóknak a korábbi évekhez képest jóval kevesebb helyre kellett kivonulniuk. A katasztrófavédelem számára az egyik legfontosabb beruházás a Soproni Rendészeti Integrált Központ kialakítása volt, és jelentős előrelépés, hogy megépítették az árvízkaput is. A hatósági tevékenységünknél kiemelném, hogy nagyon sok nemzetgazdaság szempontjából kiemelt beruházásunk volt, amiből az egyik legnagyobb itt az árvízi kapunak a megépítése, hamarosan most már az átadására is sor kerül, de ha baj lenne, árvíz idején már tudnánk használni, és hogyha a 2013-as évhez viszonyítanám, akkor azt mondanám, hogy töredéke lenne a munka, amit el kellene végeznünk az árvíz kapcsán. Mint elhangzott, amennyiben nem merül fel rendkívüli döntést igénylő feladat, a legközelebbi közgyűlést várhatóan májusban tartják majd a képviselők.